Hello, szia, szávasz, üdvözlök mindenkit ezen a szép napon, reggelen, délutánon, nálunk reggel van. Ahogy látjátok, lehet, hogy nem látjátok, nemrég ébredtem fel, a fejem még nagyon nincsen magánál. Megreggeliztem, megettem a reggeli szemvicsemet, és ma nem más fogunk csinálni, mint ezt az új kamerát, amivel jelenleg filmezek, fogjuk tesztelni ezt a GoPro Hero 6-osat. Ugye ezt felvásároltam, hogyha láttátok a tegnapi videót, ugye a nyaralásra. És a mai videóban, a mai videót ezzel fogom filmezni, nem máshol fogunk most menni, mint a parkba. Jelenleg a család készülődik, a Davis mossa a fogát, kimegyük a parkba most reggel, és teszteljük. Ugye mondtam, hogy ez a kamera, van benne egy képstabilizáció jobb, mint az 5-ösbe, vagy a régebbibe. Azt leszeretném teszteli, a színek szebbek benne. Úgyhogy rettentő izgatott vagyok. Hazajövünk, és megnézzük, hogy mi lett belőle. Úgyhogy húzom a telefonomat, visszük a biciklit, elviszük a Davisnek a bicikliét, ezt a pedál nélküli biciklit, ami itt van kint, valahol oda raktuk be, amikor ugye beköltöztünk nem olyan régen, és azóta Davis még nem használta. Visszük a pénztárcát, visszük a szemüveget, meg megnézzük, hogy mit csinál a Davis, ugyanis az előbb fogat mosatta, amikor az itt van. Na szervusz, na jaj, semmi. Amit teszteljük ezt a kamerát, hogy milyen a házon belülre, meg házon kívülre is. Várjál, látod, ilyen szépen süt a nap. Most te is használhatod, de most jelenleg én tesztelem. Davis hol van? Szobájában? Szervusz, te mi ez a rumi? Mit csináltál? Az hogy került oda? Mindig így volt. Hogyan lett volna mindig így? Nem látod azok, hogy kerültek oda? Te nyuszi! Ja, tapsoljuk meg magunkat, hogy nagyon ügyesek voltunk. Akármikor össze van rakva ugye a szó, vagy akármi rá 5 percre. Na minden. Úgyhogy, mit akartam? Ja, a napszemegemet, meg közben megnézem, hogy hol van a bicikli. Kimegyünk addig ide az udvarra. Kirakva ajtót. Valahol itt lesz. Ott van. Jaj, rá van rakva minden. Berakjuk a garázs, nem a garázsba, az autóba a biciklit, ugye is mutatom. Az autó beállt a garázsba. Látod, épp hogy csak így egy kicsit befér. A garázsajtó még nem elektromos, hogy oda kell sétálni és kézzel kell kinyitani. De várjál, megpróbáljuk berakni a bicajt. Mindig ide letesszük. Azt hiszem, hogy kinyitjuk először az ajtót, ahogy el lehet férni, és egy kicsit nehezen. Amit akartam mondani, a videó nincsen megszínezve, tehát így jön ki a videó a kamerából. Tehát nem színeztem, nem csináltam vele semmit se. Felvettem, ráraktam a számítógépre és megszerkesztettem. Tehát a minőség, a színek az mind a kamerából van, és remélem, hogy jó lesz. Legalábbis ahogy néztem őket, rettentő szépek benne a színek, legalábbis jobban szebbek, mint a régibek. Na minden, nyitjuk az ajtót. Látod, itt egy ilyen valami. Eltekerjük és felnyitjuk. Nyitjuk a hátulját. Na, szerencsé, ilyen pici a bicikli, és befér, bár nincs a park olyan túl messze, el tudnánk sétálni. Csak azt mondom, hogy egy kicsit lustak, vagy lusta vagyok. Nem szeretek annyira sétálni. Már érkeztünk ide a parkba, úgyhogy itt már van egy pár ember, itten kint esznek, meg isznak. Most vannak ilyen mászókák, kihoztuk a Davis bicikliét, ez ott pedál nélkül. Azt mondom, hogy most kezd egy kicsit pici lenni neki. Most jön majd ugye a születésnapja. Ha a születésnapra valószínűleg kap egy rendes biciklit, vagy egy nagyobbat, amit nézel ezt a passzmotorossal. Na minden, úgyhogy a kamerával most jelenleg sétálok, és meg akarom nézni a stabilizációt, hogy mennyire remeg ugye, mert sokat fogunk sétálni ugye, mikor megyünk nyaralni. A kamera mutatom, itt lesz rajtam, itt az oldalamon, a hátitáskának a szíján. És körülbelül ezt fogjuk látni, és így fog sétálni, és így fog remegni a kamera, így fog beszélni. Tehát teszteljük, hogy mennyire lehet hallani a hangomat, hogyha így van, nem-e hangos, vagy próbálok majd halkabban beszélni, meg a kamera mennyire rezeg, hogy élvezhető-e a kép, vagy nem. De telepon, hogy csináltam el egy pár tesztet, és nekem eléggé tetszett, tehát jobb volt, mint a régebbi kameráé. De esetleg ilyen pár másodperc volt, mert nem volt feltöltve az akkumulátor rendesen. Ups. Elesett a Davis. Milyen helyzet, nyuszi? Come on. És most csinálunk egy futástesztet. Elfutunk utánuk. Vagy legalábbis én biztos, hogy elfutunk utánuk. Úgyhogy megyünk. Mennyire rezeg a kamera? Várjál. Milyen helyzet, nyuszi?
Futás egy megvolt, nem tudom, hogy mennyire remeget, ugye semmit nem láttam az a kis képen, ugye kérte kijelzőn, de várjál, ott mi van ott? Azt hiszem, hogy víz, nem, hogy véletlen bele, nem víz, csak sáros, esős víz. Futunk, futás kettő. Kirangáltuk magunkat, én azt hiszem, futottunk egy jó nagy kört. A park, ami mutatom, ott álltunk meg. Itt van egy ilyen, mégis nem focipálya, de ott egy kosárlabdapálya. Lehet itt focizni, ott van egy pár ilyen mászóka. Mit mondasz? Egy pár padával lehet ugye ülni. Ne, ott a kosárlabdapálya, az nem is kosárlabdapálya, az a baseball vagy krikettes pálya. Ugye egy körben kell itt, hogy a labda ne menjen sehova. Mit? Hova? Hova? Oda akarunk venni a mászókára? Na menjünk! Oh. Ami ez a park itt van tőlünk. Körülbelül egy percre autóval, két, ne, nincs két perc, egy percre autóval. Rettentő közel van, el is tudtunk volna sétálni. Megjöttünk a mászókához, oda? Vigyázz a fejedre, te! Vigyázz a fejedre! Na, sikerült felmászni a Davisnek. Ott az a csúszda, látod oda le? Oda nem ennyi, mert ott leesse, látod? Oda lehet csúszni. Na, 3, 2. I can go across that. Ja, tudom, hogy te le tudsz lenni. Mit? Régen féltem attól. Ja, régen, mikor 3 éves voltál. Na, használ a GoPro-t, ki kell kapcsolni, még hintázunk egyet. Na, mi a helyzet? Élvezed a hintát? Utána én jövök. Hogyan törném el? A hátom persze, mert miért, mert leesek onnét, ne hülyeskedjél már. Van itt sok mindenféle fajta csúszda, látod itt egy ilyen mozgássérültes hinta, ott van egy másik fajta csúszda, meg hinta, meg nem is tudom, sok minden. Aztán most leteszteljük a lassított felvételt. Ugye is átállítottam, na várjál, megmutatom. Kipörögtük valamit, csináltam, vagyis próbáltam készíteni egy pár ilyen lassított felvételt. Hogy hogyan sikerült, nem tudom. Ugyanis ezeket át kell konvertálni, tehát nem egyenesen jön ki ugye a kamerából, hanem át kell szerkeszteni egy kicsit. Na, várj közben, de Davis átfutott a feleségem, mert már fut utána. Úgyhogy remélem, hogy jók lettek. Végeztünk a parkkal, és mutatom. Eljöttünk ide erre a vizes részre, ott is van egy park, valószínűleg oda el fogunk sétálni. Van sok ilyen szép vitorlás, látod, vitorlás hajó. Várjál, várjál, nyuszi, hát nem tud várni egy másodpercet. Ja, mindjárt kiengedünk. Te, azt mondja, engedj ki, engedj ki. Menjünk. Látod, ilyen szép. Kicsit fúj a szél, úgyhogy most teszteljük a kamerának, hogy hogy bírja a szelet. Egy kicsit a hideg szél a fúj. Úgy itt bele lehet menni a vízbe, van egy pár ilyen lejáró. Nem nagyon szoktak itt mondjuk fürdeni, de meg lehet áztatni a lábodat. Horgászni ott mondjuk szoktak, oda ki lehet ugye ülni. Itt a túloldalt van sok ilyen ház, lakás, ilyen lakások inkább, meg olyan magasabb épületek. Mit? Nem megyünk oda bele. Ez olyan, mint a Balaton, ott is vannak ilyen lejárók, nem? Ilyen csak ez ilyen köves, egy darabig, aztán itt meg ilyen olyan homokos. Na, sétálunk tovább. Amúgy vannak itt ilyen csónakokként, látod? Ahogy mondtam, ki lehet ide rakni, nem hiszem, hogy ellopják, ugyanis nem szokták ellopni őket. Nagy ritkán egy-kettőt maximum, de lehet, hogy le vannak mondjuk láncolva ezek, bár ez pont nincsen. És hogyha itt van egy ilyen vitorlásod, ugye, ahol én is majd akarom tenni az enyémet, akkor itt csak ledobod a csónakodat, és oda bevezel a hajóhoz. Oda nézd, mennyi van, össze-vissza, mindenhol. Na, mi van? Megálltunk? Mi a csónak? De nem a miénk, hát akkor nem megyünk most bele. Mit?
Oda nem megyünk bele, hideg van, nyuszi. Na gyorsan mutatok valamit, onnan nézd, itt ez az út. Ott szemben látod azt az utat, hogyha arra elmegyünk, akkor majdnem a mi házunkhoz érünk ki, legalábbis ahhoz a kis utcához, ahol mi hozzánk be kell fordulni. Tehát ha az az utcán idáig lejövünk, akkor pont ide érünk ki a vízhez. Látod? Tehát hogyha onnét legurulnánk még egy gördeszkával, mert egy kicsit ilyen lejtős. Na most már nem lehet látni a lejtőt, mert ott van egy bukkanó. Ha gördeszkával jobb begyorsulunk, akkor puf, bele tudunk gurulni oda a vízbe. Na, menjünk tovább. Itt ez a park amúgy. Lukasz, hol a park? Aztán egy kicsit távol álltunk meg a parktól. Ott a hinta. Ja. Menjünk, ott egy ilyen hajóház. Na, megérkeztünk ide a másik parkhoz. A Davis már itten mászik. Látod? Ott megy a Lukasz. Körbe megy a Lukasz. Itt könnyebb felmászni. Menj, Jussi! Én is annyira szerettem ilyenekkel felmászni annak idején, hogy gyerek voltam. Nem tudom, hogy ez miért olyan jó. Csak a Davisnek egy kell fogni a kezét, na, hogy lássa. Lukasznak már nem. Ahogy ott a másik park, aztán itt van a víz, látod, itt mellettünk, ott egy ilyen nagy, mi az, kajak? Mit csinálsz? Oda, na gyere, akkor felveszlek. Na, rohanunk. Ez ilyen pici, mi ez, csúszda. Fel tudsz mászni? Várjál, jövök, nyuszi, jövök. Ott, fogoljam a kezedet? Oda egy, másik láb, még egy. Lukasz hintázik. Én is megyek hintázni, csak egy a hinta, látod, a másik az ilyen baby hinta. Ez nem olyan nagy park. A másik, ott volt egy másik park, ott nem videóztam, az nagyobb volt. De itt nincs senki se. A másik az tele volt gyerekekkel. Amúgy nem itt, ott. Képzeld el, nem olyan túl régen itt festettünk egy ilyen kisebb lakás itt a földszinten. Most már aztán jó pár hónapja volt. Na minden, itt egy ilyen szép van, látod, fel kéne rá mászni. Ó, te! Na mindegy, nem másztuk meg, mert a Davis is fel akar rámászni. Úgyhogy én ide azt hiszem addig leülök, még ezek itt játszanak ott a feleségem. És ha gondoljátok, hogy ide a videó alá írjátok meg, hogy mit szóltok hozzá a videó minőséghez, a hanghoz, meg mindenhez. Úgyhogy mi most azt hiszem lassan elmegyünk hazafelé, meg ebédelünk. Nem tudom, mit teszünk ebédre. Valamit a feleségem azt hiszem csinál ebéd, nem tudom mit. Ujjte! Kezd egy kicsit ilyes lenni. Megint elmentek, várjál! Na, még mielőtt elmegyünk haza, kell egyet hintázni. Nem, nekem! Nem neked! De nekem! Nekem kell itt a hintázni. De nekem! Most olyan, mintha megint gyerek lennék. Rettentő ezredek hintázni, és már régen nem voltunk a parkban. Nem csinálsz? Ha? Visszaérkeztünk! Úgyhogy én ezt a mai videót itt lassan befejezem, és ahogy mondtam, hogyha gondoljátok ide a videó alá, írjátok meg, hogy szerintetek milyen a felvétel, a rászódás, a mikrofon, ugye minden egyben. Ami egyet dolgot észrevettem eddig, képzeld el, bekapcsoltam a kamerát, és azt írta ki, hogy lemerült az akkumulátor 0%-on van, persze közben még vett. Kikapcsoltam a kamerát, újra bekapcsoltam, és újra 79%-on volt. Tehát mondták, hogy ez az új 6-os néha csinál ilyet, bár a régi is csinál ilyet, az 5-ös is. A GoPro néha csinálnak ilyet, hogy miért, fogalmam nincsen, de... Mindegy, most hazamegyünk és visszanézzük, hogy milyen lett a felvétel. Remélem, hogy jó lett. És nem rezgett annyira ugye minden regény. Na mindegy, úgyhogy induljunk, ezt a mai videót itt most befejezem. Na, megtaláltam Lukat. Mindenkinek további szép napot, hogy napot, györegát, jó estét szeretnék kívánni, attól függ, hogy mikor nézitek, hogy szoktam mondani. Sziasztok!